Én azzal kezdeném, hogy nem csak a vasárnapi nyitvatartásról szó lesz, hanem egy technológia ellen, egy kormányzati technológia ellen szólaltunk fel, és azt összeegyeztetetlennek tartjuk egy demokratikus, a demokrácia alapelveivel, egy polgári demokráciával, egy polgári Magyarországgal. A technológia az arról szól, ugye több helyet beigazolódik, hogy a versenytársak adókkal, szabályokkal tönkre kell tenni gazdaságilag, és utána az hanyatomlok menekül, és akkor olcsón fel lehet vásárolni. Ilyen kísérletet lehetett látni a reklámadónál, vagy mondjuk a szerencsejátéknál egyszerű betiltással. Van, ahol államosítanak, tehát ezt akarom mondani, és utána kijelölt kegyenceknek ki fogják osztani. Ez az államnak néha pénzébe kerül, néha nem, mert odahagyják. És ez az ellentmond, és az alkotmánybírósági döntésnek az a súlya, hogy amit a kormány fontosnak ítél, abban a vállalkozásban joga van bemenni, mindegy, hogy kinek a magántulajdona elvenni, lehet ez. Hát, amit fontosnak ítélnek, stratégia. Erről szólt az alkotmánybírósági döntés. Ez az alapvető polgári demokráciával, tulajdonjoggal, uniós szabályokkal együtt elfogadhatatlan. A másik, egy morális kérdés, persze, egy polgári demokráciában politikusok, vagy még nem nevezhető polgári demokráciának a monarchia idején mondom, senkiben soha nem merült volna fel, hogy mondjuk a Ganz család, mert Svájcból jött, ugye tudjuk, hogy a mi iparunkat külföldről teremtették meg, azok nem a magyar nemesi osztályból kerültek ki, mondjuk rá 60-szoros adót. Az Unióba sem merül fel, mert tehetetlen, mert föl sem merült senkibe olyan, hogy megcsinálnak egy olyat, hogy az adót 60-szorosára emelik, vagy a reklámadónál, tehát az is egy adott példa. Tehát a politikusok, vagy a politika morálja az ebben az esetben rendkívül megkérdőjelezhető. Egy népszavazás az komoly ügy, még akkor is, tehát reálisan, hihetetlen nehéz lesz, és kell a sajtó segítség és az emberek segítsége ahhoz, hogy meglegyen az 50%. Mert egyetértek az elnök úrral, ez az 50%, ez hihetetlen nehéz. Ez is ellentmond véleményünk szerint a demokráciának, ez is egy ilyen egyedi, egy olyan korlát felemelés. Miért a szakszervezetekkel, tehát a miért velük akarnak, és miért nem politikai pártokkal. Mert ugye önök ismerik a nézetemet, hogy Magyarország hungárosítákból és hungároszunitákból áll, akik le is gyilkolnak egymást. Mi civil szervezetek vagyunk, és nem szeretnénk, ha a nyájszellem a pártoknál lévő nyájszellem alapján, ha bármelyik párt politikai logója megjelenik az aláírás gyűjtőjébe, vagy tehát a népszavazásnál, akkor ez belép, és akkor távol tartják. Teljesen komoly ismereteink vannak, akkor a Fidesz szavazóinak 70%-a sem értek, mondjuk a vasárnapi zárvatartással. Nagy valószínűséggel más munkaadói szervezeteket is meg fogunk szólítani, és reményeim szerint már szakszervezeteket is sikerül majd ideállítani. Annak ellenére, hogy itt a BOSZ és a Liga a banda gazda, de nagyon szívesen fogadunk civil szervezeteket, munkaadói szervezeteket és szakszervezeteket egyaránt. A technológiát ismerem, azt mondtam, ez az egész egy technológia, ami a hét csapás alapján történik, és senkit, semmi nem biztosít arról, hogy bármelyik vállalkozásba, vagy bárhova, ha az megtetszik valakiknek, és van befolyásuk, és kegyencek, hogy elvigyék a rendet. Először. Reálisan gondolkodjon, ugye a vasárnap 7 napból áll, egy napra akkor 15% munkaidő. Ha a vasárnap eltűnik, akkor gondolja valaki is így, hogy az a vállalkozás az feleslegesen fog létszámot alkalmazni.
Hát az egy természet, ha nem azt csinálna, nem jól végzi a te munkáját. Tehát az egy óhatatlan csökkenés. Egészen világosan a nagy munkahadói szövetségek ezen a meghallgatáson, ami nem érdekegyeztetés volt, ott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége egyértelműen ellene volt, az Országos Kereskedelmi Szövetség, amik tagszervezete a Munkahadók és Gyáriparosok Szövetségének, egyértelműen ellene volt, a Magyar Bevásárlóközpontok Országos Szövetsége egyértelműen ellene volt, most meg fog lepődni. A Kiskereskedők és Vendéglátók Országos Szövetsége, a KISOSZ, ellene volt, hiszen azt a hatást tudják, hogy a nagyboltokat, amelyek a kereskedelmet a mágnesboltnak neveznek, ilyen például a West Endben 69 ilyen nagybolt van, a körülöttük levő kisboltok tönkre fognak menni. Az 400. Ezt nem tudtam, a nagyot viszont tudom, mert az 69, ez a 69 volt egyébként a West End kereskedelmi értékesítési területnek az egyharmadát adja. El tudják képzelni, akkor kik fognak tönkremenni. Ja, és beszállítói és ágazati szervezetek is ellene vannak. De ami nagyon el kéne gondolkodni a magyar kormánynak, hogy lehet azt mondani, hogy mi itt a multinacionális cégek fogadatlan vagy fogadott prókátorai vagyunk. De akkor tényleg költőiek is, akkor hogy lehet az, hogy a Demokratikus Liga az első pillanattól kezdve szembeszállt a munkavállalók miatt, ugyan némi hezitálás után a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete megtért, mert először ugye ott álltak, ha emlékeznek, még a KDNP sajtótájékoztatóját, ma már ők is azt mondják, hogy nagyon téves intézkedés, és legnagyobb meglepetésemre egy másik országos szövetség, akik nem jelentkeztek ugyan, de már jelezték, hogy bántja őket, az Autonóm Szakszervezeti Szövetség is azt mondta, hogy hibás az intézkedés. Akkor föl kell tennem a kérdés, hogy kik támogatják ezt? Most a lakosságot nem mondom, mert azt nem kérdezték meg, azt mi fogjuk megkérdezni. De akkor ki támogatja? A Nagy Munkahadói Szövetséget nem támogatják, a Magyar Kereskedési Iparkamara azt hallgat, és a Nagy Szakszervezeti Szövetséget támogatják. Tehát annyira egyért, mégis ez hozott minket össze, és azt gondoljuk, hogy ettől lesz hiteles ez a népszavazás, hogy igazából azért mi nagyon sokat vitatkozunk a Ligával, munkatörvénykönyvbe, bérbe, egyéb dolgokba, de itt olyan egyértelműen látszik, hogy sem a költségvetés, sem a vállalkozások, sem a munkavállalók nem járnak jól.